A Pécsi Dezső bácsi története már szinte az egész országot bejárta. Mint ismert, a kertvárosi Nefkó tanára két renitens dohányzó fiatalt utasított rendre még tavaly. Tette ezt úgy, hogy a szóváltást követően megfogta az egyikőjük hátizsákját. Ez azonban törvényellenes cselekedet volt, ugyanis ez bár az intézmény területén, de az iskola falain kívül történt, így a bíróságon elítélték a pedagógust. Pénzbüntetést szabtak ki, de ami a közvéleményt is felháborította, az az, hogy eltilthatják a tanítástól. Október 1-én szerveztek tüntetést Dezső báért, amin több százan vettek részt. A pedagógus akkor stábunknak elmondta, ez valahol meglepő, de valahol számított rá. Maga az ügy túlmutat rajtam, és azt hiszem, hogy mivel közérdekű ügyé vált az egész, illetve megérezték benne az egyediségen kívül azt, hogy itt valami általános jelenség. És ez nem nevelési központ, nem csak Pécs, nem kertváros, hanem ez egy általános jelenség, hogy az eldurvuló világunkban az eszköztelenné váló munkahelyükön, közterületen eszköztelenné váló emberek, és nem csak pedagógusról van szó, szóval bárki felnőtt, ha fel akar lépni, hogy ezzel néz szembe, hogy vagy közömbös lesz, és akkor megfelel a úgymond hivatalos elvárásoknak, nem ütközik törvénybe, ha meg nem közömbös, akkor egyszerű jogérzéke alapján lép valamit, ami alapján büntethetővé válik. És ez a kettő nem fér meg az emberekbe, ugyanakkor nem tudják egyedileg kezelni, és ezt érezhették meg, hogy így viszont kifejezhetnek valamit ez irányú vágyaikból közösen. Dezső bácsi támogatásáért egyébként elindítottak online petíciókat. Kővári János és az iskola diákjai is indítottak egy-egy ívet, ezeket már több mint 11 000-en írták alá. Ennek és az október elején szervezett tüntetésnek is az a célja, hogy felhívják a figyelmet arra, az ilyen esetek miatt kell változtatni a jogszabályokon. Az volt a cél, hogy ugye egyértelmű kérések lettek megfogalmazva, van a jog, van az igazság. A jog az lehet, hogy azt írja elő, aminek a következtében Dezső bácsi ezt a büntetést meg kellett, hogy kapjon, de az igazság meg bennünk az diktálja, hogy ez elfogadhatatlan. Azt szeretnénk elérni, hogyha hosszabb távon ennek az alapjai felül lennének vizsgálva, hogy egy tanárnak milyen jogai vannak egy iskolában, hogy egy tanár ösztönösen tudjon föllépni a gyerekeink védelmében, hogy meg tudja tartani a rendet, és ne kelljen attól félnie, hogy valami retorzió éri. És itt nem csak arra gondolok, hogy most esetleg nem taníthat, még egy 20 000 forintos bírság is, én szerintem az sem jó, elfogadhatatlan. Az esemény óta Kővári János arról tájékoztatott, hogy több szakjogásszal közösen eljutottak a vizsgálat végéig, amiben megnézték, hogy a jövőben milyen törvényi módosításra lenne szükség ahhoz, hogy a bíróság ilyen helyzetben ne ilyen döntést hozzon. Az az indítványunk, hogy a közvet ellátásnak a terét, ennek a megfogalmazását, hogy a tanár milyen helyzetben lát el közfeladatot, mikor illeti őt meg ez a védelem, a közfeladatot ellátó személy védelme, ezt javasoljuk tágítani. Ugye életszerűtlen, hogy csak az iskola falain belül intézkedik egy tanár. Még ott is, ahol egyébként iskolaőr van esetleg az iskolában, és nem ő neki kell intézkedni, amikor az iskola falain kívülre kerülnek, elviszi osztálykirándulásra az osztályát, vagy egyáltalán, nem tudom, gyerekeket a szülőkérésére mondjuk hazakísérési tovább. Tehát magyarul az iskola falain kívül is, amikor gyerekeket, rábízott gyerekeket kell neki megvédenie, oltalmaznia, nevelnie és tanítania, legyen az bárhol, nem csak az iskola falain belül, ebben az esetben mindig kapja meg ezt a védettséget, hogy ő közfeltelátó személy. Ugyanúgy, mint amikor mondjuk a mentősök kiszállnak valahova egészségügyi ellátást nyújtani, nem a kórházban teszik, mégis ahova kimennek, vagy ahol ilyen szándékkal jelennek meg, ilyen célra, ott ők közfeltelátó személynek minősülnek. Ennek mintájára javasoljuk azt, hogy a tanárokat is ez a védelem megillesse. A témában megkérdeztünk egy szakpszichológust is. Káplár Mátyás kiemelte, hogy minden gyereknek az elsődleges szocializációs közege a család. Még az óvoda, illetve az iskola megkezdése előtt kell elsajátítani az alapvető szociális normákat a szülőktől. Manapság már nem kapnak annyi tiszteletet a pedagógusok, így a nevelésben is nagy feladat hárul rájuk. Nagyon kevés eszköz van a kezükben arra, hogy az amúgy meglévő szabályokat betartassák. Tehát igazából a szóbeli figyelmeztetésen kívül nagyon más lehetőségük nincsen, illetve el tudják küldeni a felsőbb iskolai vezetéshez, vagy ahol van, mondjuk tudnak segítséget kérni iskolaőrtől, vagy más személyzettől, de jogilag ők mondjuk fizikai kényszerítő erőt nem
alkalmazhatnak. Ez persze természetesen őket is védi, hiszen akkor nincsen vita arról, hogy jogos volt, nem volt jogos, mi az, amit megtehetnek. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez azért nehéz a tanárok számára is, mert sokszor tehetetlennek érezhetik magukat egy olyan helyzetben, amikor a diákok tudván a saját jogaikat kiállnak ezért, viszont ők pedig nem tudják az iskola által hozott rendet, szabályokat betartani. Úgyhogy az ő számukra ez nem csak, hogy kimerítő vagy nehéz lehet, hanem egyszerűen egy belső szorongást is tud eredményezni. Többen is úgy gondolják, hogy több segítőt kellene alkalmazni a nevelési központban. Például, ahogyan többször is elhangzott, az iskola őrségrendszerét is igénybe lehetne venni. Ezzel a lehetőséggel azonban nem élt az intézmény vezetése. Az igazgatót többször is próbáltuk elérni, de csak a helyetteséig jutottunk, aki arra hivatkozott, hogy ez a téma nem az ő hatásköre. Az intézményvezető azonban betegség miatt távol van. Ez egy emberi kreálmány, a jog. Ezzel szemben áll az igazság. Mint ismert, a bíróság 170 ezer forint megfizetésére ítélte Jancsula Dezsőt, amiért személyi szabadságában korlátozta a dohányzó diákot. Azonban a tanár fellebbez, mert ha kifizeti a pénzbüntetést, akkor azonnal el kell bocsátani a munkahelyéről. A törvény szerint ugyanis nem dolgozhat gyerekekkel az, akit büntetőügyben elítélnek.